Igen. De várjunk, hogy is kerültünk ide? Sziasztok! Nézzük meg, hogy jutottunk el idáig. A mai videóban gumicukorbarra fogunk készíteni, és a ma esti vendégeinket ezzel üdvözöljük. Kezdjük el! Szükségünk lesz 5 darab nagyméretű műanyag pohára, és 5 darab kisméretűre. Szükségünk lesz zselatinra, még több zselatinra, és még több zselatinra. És mi ízesíteni akarjuk, ezért hozzáadunk egy kis gyümölcsbort, vagy nem tudom mit. De ebből 2 kell. Szükségünk lesz még ragasztóra, fakanára, evőpálcikára, egy nagy edényre, és még egy kis edényre. Ezek a hozzávalók kellene hozzá, és ezek az eszközök. Kezdjük el, mivel jó sok időt kell várni, mire megszínálunk. Először is ezeket tegyük félre, ezeket még semmi keresni valójuk itt. Szükségünk lesz 5 darab nagyméretűre és 5 darab kisméretűre. De csak azért 5 darabra, mert 4-en fogunk inni, de az 5-et azért csináljuk, hogy biztonság kedvéért. Akkor kezdjük is el. Ha megközöltünk mind az 5-öt, akkor kezdjük is a zselatin készítést. És most következik a zselatin beleöntése. Pontosan centiliterre kimértük, most pedig jöjjön akkor a torta zselé mindegyikbe egy-egy kicsit is. És kell az előbb a bázika. És mivel a zselének magában nincsen íze, meg most ezzel a torta zselével is, most beletettük szélzékkel, nem lesz íze, ezért vettük, megízesítjük egy kis poldalt. Úgyhogy öntsük is bele, és ezt nem egyesével fogom, ezt csak így keveset tegyük be. Mit nem mondjuk, itt van a finomabbat, ezért most jön a segédem, a cukor. Életre ennyit. Igen, ezt kicsit öntsük mindegyik be. Ezek legalább sikerültek. És tanácsolom, hogy
Szilveszter örömére a születében is csináltuk ilyet, csak garantáltan sok zselatint kell használni. Nagyon-nagyon sokat. És a benne lévő folyadékból is azokból csinyál, mert kifolyik az oldalán. Abban zobáljuk szerintem. Még itt vagytok? Ennyi volt ez a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A holnapi videót a mozikedvelőknek ajánlom. Sziasztok!